70-es év volt, amikor először jelentünk meg a Költők egymás közt című antológiában, olyan írók, olyan költők pontosabban, akik nem támogatott kedvencei voltak az akkori rezsimnek. Ez nagyon kellemes helyzet volt, hanem megtűrt írók. És akiknek volt könyv elképzelés, és beadta Magvető kiadóhoz, és ők még nem kaptak engedélyt, hogy kiadják, de köztük olyan költők voltak, mint Petőfi György például, Benei Zsuzsa, Orwell Imre, Kis Anna, és később meg is jelentek, és én is. És akkor egy idősebb költő mutatta be őket, engem Pilinszky János, és hát az egy olyan volt, szinte mint egy saját kötet, egy félkötetnyi vers volt benne, Kofán Károly csinálta a fotókat, és azt hiszem, hogy az egy fontos könyv, így irodalmi-történeti szempontból is. Nagyon szépen köszönjük. Értve, hogyha jól értem, akkor a tavaly volt az emlékezetes? Tavaly volt az emlékezetes, mert zuhogott egész nap az eső, és bevonultunk a sátorba, és ez valami olyan üldözötti státust biztosított nekünk. Egy sátorban, úgyhogy mélyen, képletesen is, és érzelmekben totálisan átéreztük a helyzetet. Az én első könyvhetes élményem az 1977-ben volt a Legendárium című regényem dedikálása volt itt a Vörösmarty téren, és nagy élmény volt. Mit mondjak még? Az első íróként élmény az ott volt a nagy színpadon, amikor összegyűlt ott három olyan szerző, akik mostanában egészen más dolgokkal foglalkoznak. Én a gyerekirodalom, ez 2012-ben volt, én a gyerekirodalommal, ott volt Horváth Viktor, akinek éppen akkor jelent meg a Kis Recs című rendkívül furcsa, tudományos, fantasztikusan történelmi, futurisztikus regénye, és Győrei Zsolt volt a harmadik beszélgetőtárs, aki pedig egy erotikus költészeti kötettel jelent meg arra a könyvhétre. És ami összekötött minket, az egy régi antológiának a közös múltja, amiben együtt dolgoztunk, egy középkori sikamlós verseket összegyűjtő trubadúr antológiának az emléke, és az volt az érdekesség ennek a beszélgetésnek, hogy megnéztük, hogy azok, akik ott együtt ugyanazt csinálták, mennyire táplálkoztak abból, ami annak az antológiának a tapasztalatforrás, és azt hogyan használták föl különböző útjaikon, és az derült ki, hogy bármilyen messze is mentünk egymástól irodalmilag, mindegyikünknek a munkájában valamennyire ott volt ez a középkor költészet, játék a betűkkel, és a többi, és a többi. Szóval ez egy nagyon kellemes élmény volt, és ez az volt az első. Ez tavaly történt, a tavalyi könyvhéten, akkor jelent meg a Rejtélyes Kulcs című első könyvem, és jöttem dedikálni ugyanezen a helyszínen, és jött egy tanárnő, aki egyszerre 4 könyvet vásárolt, és először nem is tudtam, hogy ő tanár, de aztán mondta, hogy a gyerekeknek lesz évvégi jutalomkönyvként, és nagyon jól esett, hogy 4 gyerek is megkapta ezt a könyvet, és sokat gondolkodott, hogy hogyan jellemezze a gyerekeket, úgyhogy minden egyes gyereknek kitalált valamit, hogy mit írjak bele a könyvbe, és nagyon kedves sorokat írt róluk, és ez egy jó élmény volt számomra. Hát nekem egyszerű a válasz, mert én tavaly ültem itt ugyanúgy Annával, és az első közös könyvünk, ami nekem az első saját könyvem is volt, a Tükölcicák című, úgyhogy nem kell hosszasan kotorázni az emlékekben. Én az első könyvemmel voltam itt először, 1995-ben, ha jól emlékszem, ez volt a Madár lépte hó,
és akkor Varga Mátyással, aki szerzetes tanár, és most már elég sok kötetes költő, közös a kiadónk is, a Magvető, ővele ültem a napon, és ott dedikáltam, és nagyon nagy élmény volt. Élt a csomó olyan író, aki most már nem. Emlékszem, hogy Mésző Miklós is kint ült, nagyon határgyőző. Óriási élmény volt, hogy én is egy ilyen asztalnál ülcsörgök. Azt, hogy hányan voltak, mit csináltak a családomon kívül, azt már nem tudom, hogy hányan jöttek oda, de hogy jó volt, az biztos. Az első élményem, mint fiatal költőt ért, és még azt is meg kell mondani, hogy még tulajdonképpen nem járt meg könyvem. Már készülőben volt, tehát könyv nélkül fiatal költő voltam, elég sokan voltunk még már akkor, de óriási nagy érdeklődéssel sétáltunk a sátrak között, néztük a kollégákat, idősebb kollégákat, olyan kollégáknak, akiknek már volt könyvük, és úgy éreztük, hogy mi is ide tartozunk. Ez egy nagyon jó érzés volt. Tehát ha akarom, akkor kettős érzésem volt, mint olvasó is bámészkodtam és nézegettem, meg azóta is fönt van az a jó szokásom, és mindenkinek ajánlom. Ha más nem, egy papírfesznyire kértem aláírásokat. Ez később az ember megőrzi, és egy emlék. Ugye a másrészt pedig, mint leendő fiatal költő. Most, amikor megjelent a könyvem, az első verses könyvem, akkor, hogy mondjam, egy kicsit ismerősen és otthonosan mozogtam a könyvhéten. Az első könyvhetes élményem ugyanezen a téren volt, a Vörösmarty téren vagyunk, körülbelül hasonló szituációban, ez egy olyan 20 évvel ezelőtt, egyedül ültem egy műanyag széken, egy műanyag asztal mellett, egy ugyanilyen piros napernyő mellett, ami körülbelül fél óra múlva összecsuklott, és hát úgy nagyjából egy óra múlva napszúrást kaptam a napon. Azt hiszem, hogy egy ember jött dedikálni, ő is azt hiszem tévedésből valakinek másnak a könyvét hozta. Ez volt az első igazán komoly és megrázó élményem a könyveti dedikálásra kapcsolatban. A legelső és egyik legemlékezetesebb élményem az volt, amikor megjelent a novellás kötetem 2007-ben a Magvető kiadónál, kijöttem dedikálni a könyvhétre, és egy idős hölgy régi folyóirat közléseket hozott el dedikáltatni, és ez megható volt, és nagyon szép. Most van íróként a könyveti első élményem. Egy vicces élmény, mert közben dolgozom itt, tehát az az élményem, hogy rohangáztam én most dolgozom egyik stand, és én most író vagyok itt másik stand között. Amint felépítettük a standot, jöttem ide, hogy akkor azért megnézzük, hogy milyen a könyv. Az egy ilyen elképesztően izgalmas pillanat, hogy én is akkor láttam először, és idejövök, és látom, és tényleg megtörtént, és na, tényleg olyan szép, mint amilyennek a fényképen tűnt, és így nagyon-nagyon-nagyon jó pillanat. És közben meg ez a kicsi skizofrén állapot, hogy akkor most egy órát itt vagyok, akkor most utána megyek vissza, akkor ott viszont dolgozom, egy másik minőségben kell lenni. Tehát ez nagyon-nagyon vicces, hogy végig itt vagyok, és részben vagyok író, részben pedig olyan ember, aki egyébként dolgozik itt. Nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert nem természetesen nekem nem itt kezdődik most a könyvhét, hanem Szegeden kezdődött, és az egy nyilvánvalóan ismerősebb környezet. Ugyanaz az első élményem íróként, mint nem íróként. Örülök, hogy van könyvhét, és örülök, hogy népszerűsítik az olvasást, és népszerűsítik a könyveket. Pályám, hát vége felé került sor, azt hiszem az első könyvheti szereplésemre, ami úgy 15, hát 20 évvel hát ezelőtt lehetett. A legnagyobb élmény az, hogy itt ülhetek. Az is nagy élmény, hogy te kérdezel engem. Fantasztikus érzés az, hogy jönnek az emberek egyre többen, és érdekli őket a római kultúra, hogy ez Pannoniához köthető, amit én írok, mint tudjátok, meg mint tudjuk sokan, és azt veszem észre, hogy az emberek úgy kezdenek érdeklődni. Egyre több kérdést kapok Facebookon is, ami valahol itt kapcsolódik a személyes találkozásokkal, ugye nyilván itt találnak meg leginkább, és nagyon jó érzés, hogy látom a folyamatot, hogy egyre több embert érdekel ez a dolog. Tehát elvégzem a küldetésemet, ez a legszebb az egészben. Tulajdonképpen az, hogy 2002-ben, decemberben született a fiam, és az ünnepi könyvhéten 2002
tavaszán, kora nyarán beszéltem a pontkiadó vezetőjével, egyik vezetőjével, Szávai Ilonával, és keseregtem neki, hogy milyen jó lett volna, hogyha a gyerekem úgy jön a világra, hogy van egy könyveti könyve a papájának. Nos, hát egy fél évet várnia kellett a fiamnak, mert a következő évben a pont, mint egy meghalva ezt a nem egészen célzás nélküli vágyamat, egy tanulmánykötetet a könyvhétre kiadott tőlem. És azóta minden egyes alkalommal őszintén mondhatom, hogy nagyon nagy meglepetés nekem, hogy könyvheti szerző lehetek időnként, nem egyszer Reményi József Tamás barátommal együtt, mint paródia szerző. Nem tudom adaptálni az élményt, hogy a könyvhéten én nem csak itt ülök és ámulok, vagy esetleg könyveket bemutatok, hanem néha az én könyvem is rajta van valamilyen listán. Amikor először ültem ki, így a Vörösmarty téren dedikálni, akkor természetesen még nem jöttek sokan oda, ugyanis az első könyvem jelent meg, és a nővérem itt volt velem, leült mellém, beszélgettünk, és egyszer csak megállt egy fiatal ember, aki akkor érettségizett, mert ugye láttuk azt a szalagot rajta, és nagyon nézett, és megállt, nézett, átment a másik oldalra, megint megnézett, és a nővérem szólt, hogy hát nézd már, annyira néz az a fiatal ember, hát valamit akar. Ránéztem, hogy mit szeretne, közelebb jött, nagyon megnézett, és azt mondta, hogy az írók élnek. Hát ezt nem felejtem el azóta sem. Mondtam, hogy hát én élek, igen, és hát itt a könyvem, író vagyok. De elgondolkodtatott ez a dolog. Ugyanis akkor érettségizett. Kiderült, hogy vidékről jött fel Pestre, de hogy hogyan taníthatják az irodalmat, hogyha ennyire távoli, hogy minden író halott, tehát valahol a múltból szól hozzánk. Úgyhogy azóta is próbálok úgy írni, hogy minél élőbb legyen, amit írok, hogy érezze a gyerek, ugye, aki olvassa a könyvet, hogy él az író, és hogy most ír neki, és a jelenről ír. Úgyhogy ez volt az első élményem, de nagyon meghatározó volt. Íróként ez az első könyveti élményem, bár nem ez az első könyvem, volt már egy verses kötetem, de most vagyok itt először, mint író Ezra gyerekkönyvvel, és hát ez egy nagyon jó dolog, azt gondolom. Én nagyon örültem, amikor meghívtak dedikálni, és nagyon jó, amikor jönnek és személyesen találkozhatok egy-két olvasómmal. Ez nekem is fontos volt például, amikor gyerek voltam. Ezek eszembe jutnak rögtön. Én nagyon szerettem megnézni, hogy ki is írta azt a könyvet, ami nekem tetszett. Hát 89-ben jelent meg az első kötetem, és akkor kijöttem a könyvhétre, és nagyon furcsa érzés volt, hogy azokkal az általam nagyon szeretett emberekkel együtt tehettem itt kint, akiket íróként nagyon tiszteltem. Itt volt Lator László, itt volt még Mándi Iván, és hát nagyon emlékezetes volt ez az első alkalom. Hát fabrikálhatnék egy valami nagyszerű történetet, hogy tényleg hogy volt az első, és mi volt, de pont az elsőre tényleg nem emlékszem. Azért szerelemből az elsőre emlékszik, az ember az első tengerben fürdésre nyilván emlékszik, az első repülésre, repülőgépen arra is. Nem emlékszem az első könyvhetemre, hát olyan az egyik elsőre, vagy az elsőkre esetleg emlékszem. Leginkább a hőség, leginkább az, hogy az ember próbált mindenki árnyékba helyezkedni, meg a másik az a fajta kollegialitás, vagy szolidaritás, ami amúgy azért annyira nem hagyja át az író társadalmat, tehát, hogy eléggé ugyanúgy maragszunk, mint bárhol máshol, hátulról, mellbe, késsel, és így tovább bárkit, vagy tisztelt a kivételnek. Én mondjuk nem vagyok egy ellenséges valaki, de vak sem vagyok. És a könyvhét viszont egy kicsit arról szól inkább, hogy úgy körbenéz a piacon az ember, ki mit árul, egyfajta ilyen, ha nem is összeburulás van benne, de legalább az, hogy mindenkivel találkozunk, mindenkivel két szót váltunk, egy kicsit megpróbálunk megtudni róla valamit, és hogyha az ember kinyitja a szemét, fülét, akkor tudja is, hogy vannak a többiek, és azért ez jó érzés, mert egy cégben dolgozunk. Hát a könyvhét az számomra valószínűleg olyan egyetem első évfolyama óta egy csoda. Ide jártam a szomszédba a bölcsészkarra. A különbség csak az, hogy amikor én bölcsészhallgató voltam, akkor kijöttünk a könyvhétre, és három hatalmas zacskóval mentem haza, ami tele volt könyvvel, mert akkor a kis csóró ösztöndíjamból is belefért, meg némi anyu-apu segítséggel, hogy én iszonyat mennyiségű könyvet hordtam haza. Aztán telt múlt az idő, és akkor már nem iszonyat mennyiség volt, hanem ötször-hatszor körbe kellett járni, hogy mi az, amire telik.
és most is meg kell gondolni, ez van sajnos, de azért, ha itt körülnézünk a tömegből, azért úgy tűnik, hogy azért az emberek nem felejtették el a könyvet. Tehát amióta ülök itt, folyamatosan dedikálok. Jó érzés. Könyveti élmény? Hát ugye ez olyan, mint a szerelem, hogy az első. Igazából számomra az a könyvét, amikor életem legislegelső könyve megjelent, ami Ne félj, mesélj névre hallgatott, mint a Nőklapjában a rovatom, az maga volt az irracionalitás, mert egyszerűen nem tudtam felfogni, volt mögöttem 5 éves újságíró múlt, szóval meg néhány díj, meg ilyesmi, de az, hogy ezek az emberek mind azért állnak itt, hogy amit én otthon éjjel 2-ig, meg 1-ig, meg hajnalban írtam írók, hogy azt megvegyék és elolvassák, ezt egyszerűen nem tudom elmondani, hogy micsoda élmény volt. Az a fajta hatás, amikor az ember úgy érzi, hogy benne ül egy csodában, ami nem is veled történik, hanem valahol másik bolygón mással. Na, aztán az ember persze, ahogy megy az idő, ez kicsit megszokja, de azért volt néhány döbbenetes élményem. Volt a könyv, ami a Móra kiadánál jelent meg, a Kölykök Dílik szerelem könyvem. Hát annak az irracionalitása az volt, hogy olyan sor volt, hogy így visszakunkorodott, amikor megjelent. És akkor az ember nagyon nagy alázatot érez, hogy persze robotóhoz csinálod, szeretett csinálni, de hogy ezek az emberek, hogy ezek mind itt vannak, és ezért az felejthetetlen. És a tavalyi még felejthetetlen, azt hittem, hogy idén megismétlődik. Ha tavaly jössz, akkor engem ott kicsit oldalt, ha valaha volt luxus áruház előtt, találtál volna egy asztal tetején ülve, ömlött az eső valami egészen eszelősen, és képzeld el, hogy nem mentek el az emberek. Volt, akinek zacskó volt a fején, volt, akinek a Jackie-je, volt, akinek a mit tudom én milyen újság, és álltak az esőben, és én kucorogtam, valami akkor is az jött rám, hogy szóval azért annál nagyobb öröm, mint hogy érzed, hogy talán amit gondolsz a világról, meg sejtesz, meg vélsz, az másoknak is ad valamit, azért annál nagyobb élmény kevés van. És persze ez, ahogy megy az idő, egyre több alázatot indukál az emberben valahol mélyen. Mert talán az elején nem éreztem annyira a felelősségét mindannak, amit csinálok. Most jobban érzem, de nagyon klassz dolog. És hát most már ott tartok, hogy már az unokám is azt mondja, hogy mégy dedikálni, és mondtam, hogy igen, megyek dedikálni, szóval ez jó, jó, kellemes állapot. És az írás nagy varázslat, nagy öröm. Kavargott a tömeg a Vörösmarty téren. Hirtelen azt sem tudtam, hogy merre induljak el. Az egyik pillanatban felhők voltak, és majdnem elmosott mindent az eső. A másik pillanatban kisütött a nap, és kavarogtak a gondolataim is, hogy kerülök én ide. Nagyon különleges volt. Jó, és egyben furcsa, hogy mit keresek én itt. És amikor először leírtam a nevemet a könyvbe, akkor mérhetetlen büszkeség öntött el. Már itt tartok. Nagyon jó volt. Hát nekem az első élményem az tavaly volt. Kissé érdekesen éreztem magam, mert kb. Ugyanebben a szituációban, mint ahogy most vagyunk Annával, dedikáltunk a Bartoló a Markolót. Iszonyú büszke voltam magamra, azt tudom, de másra nem annyira emlékszem, mert zavarban is voltam kissé. A könyvhét az pedig egy, nem tudom, nagyon jó hely, és tök jó volt itt mászkálni. Ja, meg még arra emlékszem, hogy a nagy árvíz volt, hatalmas volt a Duna, és azt nézegettük könyvhét előtt, meg után is. 43-ban Székelyudvarhelyen volt könyvhét, és akkor Püski Sándor bácsi, akinek az utódai tartják a Mészáros utcába a, hogy hívják ott a könyvüzletet, a Püski boltot, akkor Püski bácsi bejött az osztályba, az református kollégiumban volt Székelyudvarhelyen, és azt kérdezte, az A és a B osztály, a kettőben 90-en voltunk, hogy ki hallott Sinka Istvánról. És erre én voltam az egyetlen, aki fölálltam, és mondtam, hogy és olvastál is tőle valamit? Igen, mondom, mit? A Vád című verskötetet, és még a 38 vadalma című elbeszél. Na, ugyanis a szomszédumban volt egy Kányádi Dénes nevezetű, nagyon okos diák, az Sepsiszentgyörgyön volt érettségizendő,
és ő előtte való iskola évben találkozott, neki volt egy 200 kötetes könyvtára, és abból kölcsönöztem, és azokat olvastam. Ez volt az első nagy sikerem a könyvhéten. Tulajdonképpen a visszajelzés, amit kaptam, az az igazság, hogy nagyon kevés visszajelzést kaptam én a könyveimről általában. Ugye, ha jól emlékszem, az első könyvem olyan 10-11 évvel ezelőtt látott napvilágot, mégpedig a honfoglalás trilógiából a tátos idők. És lehet, hogy az internet hiánya, lehet, hogy a Facebook hiánya hasonló játszatot közben, nagyon-nagyon kevés visszajelzést kaptam, és e-mailbe sem kaptam visszajelzéseket. Akkor viszont frenetikus élmény volt a számomra, hogy az olvasó, aki helyet foglalt velem szembe, vagy mellettem itt az asztalán, és elmondta, hogy mi a véleménye a könyvről, ugyanis megerősített valamivel, hogy azt mondhattam magamnak, hogy valószínűleg valamit talán jól csinálok, hogyha ő neki ez a véleménye, és a következőnek is ez volt a véleménye, a következőnek is ez volt a véleménye. Szerintem ez azért fontos, és minden írónál, vagy aki könyvek írásával foglalkozik, mindenkinél fontos az, hogy eljusson egy olyan pontra, hogy soha az életben ne szálljon el saját magától és a saját maga teljesítményétől. Ha ezt megpróbálja, nem jut sehova.